Jaj. Sziasztok! Ha csak azért kattintottatok volna, mert már nagyon kíváncsiak vagytok arra, hogy vajon mi lehet az az öt nagyon jól ismert növény, amit nem is úgy hívnak, ahogy eddig gondoltátok volna, nyugi, az is lesz, de ha türelmetlenek vagytok, akkor tekerjetek ide nyugodtan. No de mielőtt kényelmesen hátradőlnétek a WC-n, ahol egyébként amúgy is nézitek ezt a videót, kezdjük valahonnan egészen máshonnan, mert nyilván van egy apropója, amiért előveszem most ezt a témát. Nos, minden szakmának megvan a maga szóhasználata, amit a szakma képviselői jó esetben tökéletesen használnak, hiszen ez elengedhetetlen a precíz munkavégzéshez. Sőt, még az is elő szokott fordulni, hogy a szakmabeliek cinkosan egymásra kacsintanak, amikor valaki laikus nem úgy használja az adott kifejezést, ahogy egyébként a szakma követelményei azt igényelnék. És ez szerintem jól is van így. De a probléma általában akkor van, amikor ez a két tábor, a szakmabeliek és a laikusok valahol találkoznak. Márpedig lehet, hogy célszerű tudatosítani magunkban, hogy valamilyen szempontból biztos, hogy tartozunk egy másik táborhoz. És ilyenkor nem biztos, hogy az a legcélra vezetőbb, hogyha a szakmai fölényünk teljes tudatában felsőbbrendűségünket sugározva letorkoljuk a másikat, és kioktatjuk őt. Még akkor is, ha egyébként tök egyértelmű, hogy mire gondolt a másik, de ha nem is lenne egyértelmű, akkor is azt hiszem, hogy kellő szakmai rutin birtokában konstruktívan is tudjuk irányítani a másik felet, és nem feltétlenül kell lefitymáló megjegyzéseket tenni. Szerintem, és hangsúlyozom, hogy szerintem sokkal járhatóbb út, hogyha tudomásul vesszük, hogy gyakran a köznyelvi és a szaknyelvi kifejezések nagyon eltérnek egymástól. Még akkor is, hogyha a köznyelvben használt szó teljesen pontatlan lenne egy adott tudományos vagy szakmai területen. Igen, a köznyelvben a füzet kockás, a rakétát kilövik, a repülőgép a kifutópályán halad, a törvény paragrafusokból áll, a testsúlyt kilóban mérik, stb. És biztos vagyok benne, hogy sok ilyen kifejezéstől az igazi szakbarbárok már készülnek arra, hogy meghúzzák a ravaszt. Mindezek ellenére néha igen érdekes megnézni, hogy ki mit ért bizonyos kifejezések alatt. Például van egy halom olyan növény, amit a hétköznapi életben teljesen más névvel illetünk, mint ahogy azt a botanikusok vagy éppen a kertészek teszik. Hangsúlyozom, a magyar szaknyelvről van szó. A kettős nevezéktanon alapuló tudományos elnevezés, amit sokat egyébként pontatlanul latin névnek neveznek, pont erről beszélek most is, az sokkal kevesebb félreértésre adhat okot, bár az sem mindig tökéletes. Következzen tehát öt olyan növény, amit hivatalosan nem is úgy hívnak, ahogy eddig valószínűleg gondoltátok volna. De hogy legyen még egy kis csavar a dologban, ugyanis rengeteg ilyenről van szó, olyan növényeket válogattam össze, amelyeknek a hétköznapi elnevezése valóban létezik, viszont egy teljesen másik növényre utal a szakirodalom szerint. Az ötödik a kutyatej. Ez talán a legközismertebb mind közül. A Taraxacum officinale nevű dudvának, igen, szándékosan használtam a dudva szót, ugyanis semmi köze azokhoz a növényekhez, amit a botanikusok értenek kutyatej alatt. Azok az Euphorbia nemzetségbe tartozó növényeket jelölik. Hivatalos néven ez a gyermekláncfű. Vagy a pikpang. De az olyan pongyola. A negyedik a fű. Igen, ez magas labda lenne, különösen ma, hogy a kendert hozzam ide, de nem erről lesz szó. Ráadásul a fű valamennyire ki is lóg ebből a felsorolásból, ugyanis ilyen kategória botanikailag, hogy fű, nem igazán létezik. Van ugyan a poáceai család, a pázsitfűfélék, vagy még pontosabban a perjefélék, hétköznapi értelemben viszont ezeket a bokáig, vagy rosszabb esetben térdig érő gizgazokat értjük fű megnevezés alatt. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a fű utótag rengeteg növénynek a nevében szerepel, mint például az előbb már említett gyermekláncfűjében, vagy például ebben az útifűjében, ami a Plantago nemzetségbe tartozik, és szerintem jól látható, hogy köze nincs ezekhez az egyszikű, valódi pázsitfűvekhez. A harmadik az ecetfa. Ez a szinte kiirthatatlan büdös gyomfa, amitől már akkor felfordul a gyomrod, ha csak megdörzsölöd a leveleit, az ecetfa. Legalábbis sokak szerint. Oké, gyorsan hozzáteszem, hogy a növénynek egyébként van létjogosultsága, akár a városokban is, sőt, nagyon szép, akár az egész tájképet meghatározó fa is válhat belőle, de most nem erről beszélünk. Hanem arról, hogy az Ailanthus altissima a bálványfa. Ecetfa néven ugyanis a rusz tüfinát illetik a botanikusok. Egyébként itt egy apró csavar a történetben, hogy a két növény megjelenésében nagyon hasonlít egymásra, annak ellenére, hogy nem igazán közeli rokonok. A második az aranyeső.
Ha most arra gondolnátok, hogy ez a mögöttem már-már levirágzott bokor az aranyeső, akkor igen, tévedtek. Ez ugyanis, kapaszkodjatok meg, az aranyfa. Van olyan is, hogy aranyeső, az viszont a laburnumfajokat takarja. És persze egyiket sem érdemes összekeverni az arany vesszővel, ami a szolidágó nemzetségbe tartozó növényeket takarja, és akkor most abban nem is megyek bele, hogy növényszervezettani értelemben ezek nem is vesszők. Az első az eper. És végezetül, na mi virágzik itt az erkélyemen? Oké, ha eper lenne, akkor nyilván nem kérdeztem volna. Nagyon sok kertész háklis ugyanis arra, hogy ez nem eper, hanem dobni fogtok egy hátast. Szamóca. Igen, tudom, a szamóca az a kis műtyűr növény, ami az erdőben nő és lehet csipegetni, és mégsem lakik jól tőle soha az ember, de az a helyzet, hogy egy külön adást is megérdemelnének a vad és a termesztésbe vont növények rendszertani anomáliái. Maradjunk annyiban, hogy így talán egyértelműbb az, hogy az eper az nem a földi eperre vagy szamócára utal, hanem a Murus nemzetségbe tartozó eperfákra, amit egyébként sokan szedernek hívnak, holott a szeder az a Rubus nemzetségbe tartozik, tehát közeli rokona a málnának. Na mindegy, hagyjuk. Maradjunk annyiban, hogy ne legyetek szakbarbárok. Köszönöm a szakmai segítséget Cimbal Most Tamás kertészmérnöknek, a támogatásokat pedig a Patreon előfizetőknek. Ha tetszett ez a videó, lájkoljátok, ha pedig várjátok a következőt, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!